Ez évben második alkalommal nyerte meg a Hungarian Divide nevű Magyarországot átszelő 1400 kilométeres kerékpáros kalantúrát a salgótarjáni Borús Zsolt. Teljesítménye tiszteletet parancsoló, hiszen bőven a tíznapos szintidőn belül 6 nap 7 óra 35 perc alatt ért sátoraja helytől Szent Gotthárdig úgy, hogy menet közben étkezéséről, szállásáról és az esetleges javításokról is csak önmagának gondoskodhatott. Andó Ákos vagyok a Hírefem szerkesztő műsorvezetője, és a következő szűk fél órában bemutatok önöknek egy igazán kitartó embert. Nem szoktál unatkozni tekerés közben? Nem. <laughs> nem. Egyébként, hogyha egy egyedül megyek 90 ba és nem ilyen eseményen, akkor gyakran zenét hallgatok. Akkor elfoglalom magam. Ezen az eseményen, a Divide-on, itt pedig nincs idő unatkozni. Tehát itt föl sem merül a zenehallgatás, mert, mert folyamatosan gondolkodni kell, annyi dolgon, navigáción, tehát a közel hat és fél nap alatt szerintem három napot a navigációt nézem, tehát a figyelmem fel az mindig a kis kütyüm van, hogy merre kell kanyarodni, merre kell fordulni. Azon kívül a frissítés, hogy hol tudok majd vizet tölteni, mikor egyek, hol tudok ennivalót venni, tehát ez folyamatosan leköti a figyelmemet, úgyhogy egy pillanatig nem unatkozom. Azt lehet tudni, hogy te mikor ültél először kerékpárra vagy honnan jön a kerékpár iránti szerelem, szenvedély? Hát erre már nem emlékszek, de körülbelül amikor járni kezdtem, 6 éves korom előtt, az biztos. Egy kis háromkerekű volt az első, azon már biztos, hogy tekertem. Azóta folyamatosan, mindenfajta bringán, de sose versenyszerűen. Elsősorban ez a munka miatt volt, mert 22 évig olyan munkám volt, hogy hétvégén sose értem rá, és ezért alakult ki, hogy mindig egyedül tekerek. Nagyrészt hétköznap, és hétvégén eseményre sose tudtam elmenni. És ez pár évvel ezelőtt a Covid miatt megváltozott, lett egy kicsit több szabad időm hétvégente, akkor kezdtem el járni ezekre a bikepacking eseményekre, a hosszabb távú ultra távokra. Mert hogy a te civil foglalkozásod? A autóbusz a személyszállító vállalkozó voltam több mint húsz évig, most is azt csinálom, csak most mint alkalmazott. És ott elég sokat ülsz. Igen, igen, ez a másik, hogy a egész életemben rengeteget ültem, és, és mindig hiányzott a mozgás, ezért alakult ki a szabadidőmben, nagyon sokat bringáztam a mozgáskényszert kielégítendő, vagy feszültséget kell levezetni? Mindkettő. Tehát igen, de megnyugtat, tehát az nagyon jó. Mozgáskényszerem nem annyira nincs, de igen, hiányzik, hiányzik a mozgás, úgyhogy arra is jó. Honnan jött az ötlet, hogy te erre a divide ami egyébként egy kalantúra, teljesítménytúra, vagy a kettő keresztezése, erre te benevezzél? 19-ben már négy évvel ezelőtt volt ennek az előd eseménye, a Five Peaks, ami Magyarországon az első ilyen bikepacking esemény volt. És akkoriban volt már egy kicsit több szabadidőm hétvégen, egy-két hétvégén ráértem, és elmentem ilyen hosszabb távú bringás eseményekre. Megnéztem olyan túra-naptárat, hogy mi az, ami mondjuk 200 kilométernél hosszabb volt, amilyen Velence-tó kerülőn, az 12-szer körbe kerültem 14 óra alatt a Velencei tavat, az volt több mint 300 kilométer, akkor volt egy ilyen Északpokla nevű eseményen itt a Mátrába, az is több mint 200 km lett úgy, hogy én Salgóterénből letekertem, megcsináltam a kört, aztán hazatekertem. És így akadtam rá, Five Peaks, több mint 500 km, első bikepacking esemény Magyarországon, hát akkor nekem ezen indulni kell. Úgyhogy életem először fölpakoltam a bringát, úgyhogy hogy hálózsák, váltóruha, bivakzsák, ilyesmi. Úgy, hogy előtte még soha nem aludtam például erdőbe, egy hálózsákba, tehát még sátra vittem. De én elindultam. És az, az, annyira meghatározó élmény volt, annyira tetszett, hogy utána már az összes többi indultam, ami volt. Tehát következő évben volt az első divide, ugye ez már a negyedik, és onnantól az föl sem erült, hogy én ne induljak, annyira megtetszett. Egy korábbi beszélgetésben, amit veled folytattak, már lehetett olvasni, hogy veled előfordult az, hogy itt felültél Salgótarjánban a Bringádra, lekerekeztél a Balatonhoz, megkerülted a Balatont, majd hazajöttél. A rövidebb távokat te nem is szereted? <laughs> Igen, előfordult, nem. <laughs> nem, mert épp az, hogy sose edzettem, tehát én nem vagyok versenyző. És ilyen rövidtávú versenyekre edzeni kellene, ott nagyon kell figyelni a pózusra, a felkészülésre, és erre időm se volt régen, kedvem se volt, tehát én nekem ezek a nagyon hosszú egyedül tekerések, ezek tetszenek, és, és ebbe, ebbe vagyok valami vagy kicsit jobb talán. Szokott lenni itt az Egyesületen belül például ilyen kempek, volt már tíz, amin részt vettem, az kimondottan ezzel együtt tekerésről szól, az ilyen laza, egy hétvége, kint alszunk, tábortű, sátorozás, ilyesmi, napközben végig együtt tekerünk, beszélgetünk, ilyenek is szoktak lenni, de ez mondjuk a 20 -a, a tekeréseimnek, a 80 az a hosszabb távú egyedül. Nem bírják veled a tempót? Nem erről van szó, hanem hosszú távon nem tudom elképzelni, tehát egy divide se tudok elképzelni valakivel, mert akkor nagyon sokat kell alkalmazkodni a másikhoz. Tehát mindenki máskor fárad el, máskor éhes, máskor akar aludni, és amikor időre megy, tehát sietünk, akkor akkor ez rengeteg időveszteség. Két ugyanolyan gyors ember együtt megy, az nagyon lelassítja mert mindig máskor kell megállni mindenkinek. Nézzük meg ezt a Hungarian Divide-ot, az idei verseny. Korábbi években teljesítetted, sőt meg is nyerted ezt a erőpróbát, vagy kalantúrát, nem tudom, mert igazából mindenki egy kicsit talán önmaga ellen kerékpározik, és az idővel versenyez, nem a másikkal. Idén is elkezdted, Rudabányácskáról indultatok, ami az ország egyik legkeletebbi pontja. Igen, tehát ez minden évben változik a keleti és nyugati irány, most a sátor mellett van ez a rudabán, s hogy és onnan indultunk, és szengatárd volt a cél, de ez minden évben változik jövőre, és tavaly is, ugye fordított irány volt. Igen, hát ez nem verseny, semmiféle kép az biztos, a túrának pedig én is nevezném már attól, azért nehezebb és komolyabb, a feladási arányból is látszik nehéz ezt meghatározni. Az biztos, hogy az első három-négy embernek verseny. Mi úgy megyünk, mi egymással versenyzünk, de hivatalosan nem verseny. Nincs dobogó, nincs aranyérem, nincs semmi. Nem jár semmi az első helyezetnek. Hogyan vágtatok neki ennek a távnak? Az egész távnak idén 21 néhány nevező volt, azt hiszem 17-en indultunk el, és most 9 értünk célba. A fél távnál év kicsit jobb volt az arány, ott 31 néhányból 21 néhányan értek célba tavaly előtt voltán a legdurvább feladási arány, akkor 66% volt, most kevesebb, mint 50, egy kicsivel azért. Most egy kicsit jobb volt a helyzet. Mert hogy ennek a versenynek van egy rövidített távja is, amikor fél a na, Budapest környékén megáll a mezőny egy része. Igen, és ez bőven a nagyobb része. Tehát indulási arányban szerintem egy 30 a, aki végigmegy, az egész távon, a többi az eleve a féltávra tervezés. Olyan is van, aki mondjuk az egész távra indul, és meggondolja magát, és csak fél távig megy. Fordítva ritkán fordít, fordul elő. És általában úgy szokott lenni, hogy a, aki elindul a féltávon, és sikeresen befejezi az jövőre, a következő évben megpróbálja az egész távon végig menni. Ti, akik a Dunán túli részt is teljesítettétek ebben az évben, akkor valószínűleg nagyon jól ismeritek már egymást a korábbi évekről. Lehet taktikázni, vagy tudod, hogy az ellenfeleid körülbelül miben jók, miben vagy te erősebb náluk, hol kell odafigyelned? Igen, négy, négy év után már igen, van, van benne ez is. Mostán, akik végigmentek, egy vagy két kivétellel már mindenki volt. Volt olyan, aki valami műszaki hiba miatt esetleg nem tudott végigmenni, de már elindult, de legtöbben már végigmentek legalább egyszer az egész távon. Úgyhogy igen, ismertem őket. Hát nagy, nagy taktika nincs benne, mert, mert igazából fél távig nem is szoktam nézni, ugye látjuk itt egymást, hogy ki hogy halad, ahogy minket is tudnak nézni, mi is nézzük telefonon, és féltávig nem szoktam meg főleg a kompig nézni, hogy a többiek hogy jönnek, mert az a legjobb, ha a saját magunk próbálunk a leggyorsabban menni saját magunkhoz képest. A komp az úgy is meghatározza eléggé, hogy utána mi lesz. És az a cél, hogy a legelső kompot elérjük, azt a kompot, amivel át tudunk menni, és onnantól már, igen, tehát onnantól már a féltáv után nézegetem én is, ott már van benne taktika, hogy volt, hogy lefeküdtem aludni, de úgy állítottam be az ébresztőt, hogy mondjuk, Fél óránként ébreszem föl, mert megnéztem, hogy aki mögöttem jön, ő is alszik. De ha már ő elindul, akkor én is elindulok. De amíg ő nem indul, addig én is nyugodtan tudok aludni, De ez azzal járt, hogy fél óránként föl kellett kelnem, és vagyis hát föl kellett ébrednem, és megnézni, hogy nem -e indult el. Ez a komp, ez a Dunai komp, és akkor egy kicsit nézzük meg az útvonalát ennek a bizonyos versenynek, vagy ennek a Divide-nak. Ti elindultok Kelet-Magyarországról, az Északi-Közép-Hegységen mentek végig, de nem ám kerékpár úton, és nem közúton hanem gyakorlatilag hegyen, völgyön, erdei ösvényeken, kis kitaposott utakon, néha még talán utakon sem, és így mentek el egészen Szent Igen, de azért kb. az egyharmada aszfalton megy, mert van olyan, amit egyszerűen nem lehet összekötni két pontot ilyen erdei úton, tehát valamennyit megyünk úton aszfalton is. Bemegyünk azért városokba, településekre is, mert hát ugye pótolni kell a dolgokat de a nagy rész az, az, igen, az terepen megy. Van, előfordul, hogy bringa úton, legtöbbet nem, és se előfordul, hogy annyira járhatatlan, még gyalogosan is nagyon nehezen járható úton megyünk, hogy... Föl szóval kell venni a bringet például a válladra? Hát föl kellene, csak akkor már nem megy, mert egyrészt fáradtak is vagyunk, meg tele van táskával, tudszal, tehát nehéz, úgyhogy inkább tolom, hát egyszer-kétszer föl kell emelni, de például mondjuk Csóványos és Nagy egy között idén betették nehezítésnek a piros és kék turista úton való átkelést. Előző években is egy másik úton átmenünk, az át ott se lehetett végtekerni, de itt szinte semmit. Tehát itt még a, a, gyalogos ösvények közül is a nehezebbiken megyünk néha át, vagy, vagy például a szádvára föl, az, az tartott egy óráig szerintem egy pár száz méter, mert amikor úgy tudunk menni, hogy 20 hogy előre tolom a bringát, behúzom a féket, és utána totyogok, és így egy fél óráig. Tehát előfordul ilyen nagyon-nagyon lassú, rossz út is, de előfordul aszfalt is. És ennek a távja, az közel 1400 km volt most neked. Kicsit több. Tehát 1400, 10 körülbelül, igen, igen, igen. Mindenkinek annyi, vagyis hát több lehet, mert ugye elhagyhatjuk a trekket, de akkor ugyanannan folytatni kell. Tehát több lehet, kevesebb nem, mert a trekkem mindenféleképpen végig kell mert ezt egy méterrel nem lehet lerövidíteni. Tehát van egy kijelölt útvonal, ezt te elhagyhatod, hogy mondjuk bevásároljál, de ugyanarra a pontra vissza kell érned, igen. és onnan folytatod, tehát nem csinálsz egy kvázi vébetűdbe. Igen, 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 igen. Mit viszel magaddal egy ilyen turnéra, ami hány nap is volt neked? Idén 6 nap és 10 aláhány óra, nem is tudom pontosan. Ez majdnem egy nappal több, mint a tavalyi, mert ez a retteltesen sok víz, ami előtte leesett, ez a sok esőzés, ez nagyon megnehezítette a dolgunkat. Elég nehéz volt földolgozni, hogy nem haladok. Most már volt összehasonlítási alap a két évvel ezelőtti ugyanebbe az irányba való menetellel, és nagyon lelassultunk, tehát nagyon lelassított a sár. Tehát ez miatt most egy nappal közel hosszabb volt, mint két évvel ezelőtt. Mit viszel magaddal? Mit viszek? Igen. Hát ez minden évben csökken. <laughs> ez az, hogy tapasztalat nő, úgy csökkennek a táskák száma. Tavaly előttig vittem váltóruhát. De tavaly előtt is, abban, amiben indultam, abban a nadrág, aláöltöző trikó és mez, ugyanabban értem célba úgy, hogy már tavaly azt se vittem. Tavalyig vittem matracot de tavaly azt hittem, hogy kiukat, így első nap még használtam, másodiktól nem, végig tudtam úgy menni, úgyhogy idén már matrozot se vittem, mert tavaly kivírtam nélküle. Hálózsákot sose vittem, de ezt minden évben megbánom, mert éjszakánként nagyon fáztam most is, de időjárás előzést megnéztem, ilyen végig 10 fok fölött mutatott, valóságban hát 6 fok, vagy még néha szerintem kevesebb is volt éjszakra, úgyhogy volt, hogy az miatt nem tudtam aludni, mert, mert diderektem. egy bivakzsákot viszek csak, hogy legalább valamivel bele tudjak bújni, az mondjuk egy fél óránál rövidebb alvás van, akkor azt abba se bújok bele, tehát csak akkor semmit nem veszek elő, akkor csak lefekszem. Ha fél óránál több, tehát egy-két egy órás alvás, akkor belebújok a bivakzsákba, és annyi. Tehát viszek egy bivakzsákot, egy váltó zoknit vittem, azon kívül egy melegebb fölső meszt, térdmelegítőt, essőkabátot, amit fölvettem a hideg ellen is, éjszakánként minden magamra, vettem, egy csősállat a fejemre, amikor hideg van, és ruhából ennyi, és ezen kívül ugye a szokásos pumpa, belső szerszámok, ilyen, ilyesmi, tehát a műszaki dolgok, powerbank, az, az nagyon fontos, mert ugye az áramellátás, a világítás, a lámpához, a navigációhoz, a telefont egyszer, a kis trackert, amivel követnek minket, azt is tölteni kellett egyszer, tehát a, a powerbank most két húszezerest vittem, plusz a lámpákban még külön akkumulátorokat, és azon kívül most az előző évekhez képest elég sok zapszelet, gyümölcselet, zapkása, tehát élelmet vittem, hogy minél kevesebb boltba menni. Nem elkerülhető, mert, mert így is nagyon sokszor pékség, kis bolt, egy-két étterem, tehát így is be kell menni, csak hogy minél kevesebbet. Hogyha felszabadult helyre, ami például a matrac helyére, most ilyen szeleteket vittem még pluszba. Ez azért nem túl sok egy hétre. Igen, de ez, ez a hét, ez, ez, például, igen, én is úgy megdöbbentem a célba, hogy, hogy eltelt egy hét megkérdeztem, azt se tudtam, hogy milyen nap van, mert menet közben annak semmi jelentősége, és föl se fogom, hogy éppen milyen nap van. Tehát sose gondolkodok napokban, hogy most éppen kedv van szerda, vagy hogy milyen nap van. Ez egy menet, tehát elindulunk és megérkezünk, tehát abba bele se gondolkod egy hét. Tehát döbbenet, hogy milyen gyorsan eltelik. És ez ugye egy tekerés, én egy tekerésre ennyi mindent vizek. <laughs> tehát ez nem, nem úgy gondolok bele, hogy most egy hétre kell ennyi mindent vinni. És eltelik egy hét úgy, hogy gyakorlatilag nem olvasol híreket, nem nézel tévét, nem tudod, hogy mi van a szereteiddel, a családdal, a szomszédokkal, mind veszekszik, hanem te csak tekersz reggel, éjszaka, amikor csak Igen. teheted. Így van, és teljesen tudatosan kizárok mindent, és például az egyik legérdekesebb idén, hogy milyen sokan követtek és szurkoltak. Ahogy ezt se tudtam sejtettem, mert akik kint voltak, az igen, de hogy online, a Facebookon, hogy mennyien szurkolnak, és ezt nem tudtam, de talán jobb is, mert, mert, ez elég nagy gyomás, így a egyes rajtszám is elég nagy gyomás volt. Idén azt kaptam. Az előző évekhez képest óriási változás, magam se értem, hogy történhetett, vagy miért, hogy rengeteg ismerős és ismeretlen szurkolt az út szélén, úgyhogy hogy bringával jöttek mellettem, autóból integettek házak ablakából kiszóltak, éjszaka közepén, akár Dorogon, akár Cserehádba, egy kis faluba, vagy hajrá. Tehát az útszélén állva integettek, tehát rengeteg ember követett minket, és, és ez el képzelni, hogy miért, hogy jöttek rá, vagy, vagy figyelik ezt, hogy, hogy tudták, hogy mi erre fogunk menni. Mert az előző években is előfordult, de most egy nagyságrendel többen, tehát az előző három évhez képest szerintem most annak a 30 szorosa ember volt kint, vagy aki figyelt minket, és ez egyrészt óriási erőt adott, másrészt viszont már a, főleg a féltáv után, akik jöttek mellettem bringával, gyakran nagyon elnézést kérve, de mondanom kellett nekik, hogy nára nem tudok beszélgetni, mert, mert volt, hogy az utat eltévesztettem, amikor éppen beszélgettem valakivel, tehát nagyon figyelnem kellett, meg akkor már fáradt is voltam, de hihetetlen, mennyien voltak kint, vártak, de nem csak engem, az, tehát gondolom az egész mezőnyt, vagy legalábbis az elejét, kis csomagokkal, kikészítve szörp, volt, aki szörper várt, vagy csak menet közben is, úgy jöttek mellettünk, beszélgettek velünk, akkor fölkészültek belőlünk, tudták, hogy kik vagyunk, és ez hihetetlen volt számomra. Ez volt a legdöbbenetesebb az előző évekhez képest, vagy legnagyobb változás, legnagyobb újdonság, hogy, hogy ennyien kíváncsiak voltak ránk. Igen, én kizárok ilyenkor minden szándékosan, tehát nagyon sokan nézik a Facebookot közben, sőt, még posztolgatnak és fotózgatnak, és én ez az az esemény, amikor egyetlen egy fotót nem készítettem, mert már annyira nem azon egy-két másodpercen múlik, hogy megállnék és csinálnék egy napfelkeltén, amikor ilyen egy-két méteren köd van és jön fel a nap, az olyan gyönyörű helyek voltak, de ilyenkor annyira átáll az agyarra, arra, hogy menni kell, hogy, hogy eszembe se jut például egyetlen egy fotót is készíteni egy hét alatt. Telefonon keresnek közben? Nem. Hát ö... Nem teljesen szabályos, mert mindig elérhetőnek kell lennünk, de nagyon sok helyen nincs térerő, és sokszor repülőmódra állítom. Ha láttam is, hogy kerestek, de tudom, hogy nem életbevágó, vagy nem annyira fontos, akkor visszahívtam, amikor beérkeztem a célba. Az eseménynek van egy ilyen túrádió jellegű WhatsApp csoportja. Szinte minden évben van valami, hogy vadászat miatt, akármi miatt módosítani kell az útvonalat, és ugye ez fontos, hogy a résztvevők tudják, tehát van egy hivatalos WhatsApp csoport, amin csak a fontos dolgok jönnek, azt azért nézegetem. Tehát ott azért napi egy-két üzenet jött, azt megnéztem, hogy ha valami nagyon fontos dolog történne, azért tudnék, vagy nagyon keresne valaki, azért tudnék róla. Fél órákat aludtál, illetve hogyha egy-két óránál kevesebbet alszol, akkor gyakorlatilag be se bújsz a bivakzsákba. Mennyiket aludtál? Igen, ez is érdekes, mert tavaly előtt én azzal tudom összehasonlítani, mert akkor volt még eddig ez az irány egyszer, és, és akkor például Csalgóterján után aludtam először. Addig nem is. Tehát úgy elindultunk akkor is szombat reggel, és én vasárnap éjszaka aludtam itt Szúpatak előtt, mert akkor ért ide a nagy vihar. Annyival könnyebben haladtunk most sár miatt, annyival fárasztó volt, hogy már bánkút előtt fölfelé éreztem, hogy, hogy, már nem tudok fölmenni se, mert már annyira álmos vagyok, és ott egy ilyen erdei pihenő helyen egy pad volt és egy asztal, és az asztalra hanyat feküdtem, beállítottam a telefont egy fél órára, oda tettem a lakosomra, és aludtam egy fél órát, ott még nagyon hidegse volt. Utána Mátrába ott már kezdett hideg lenni, fújt is a szél, és ott egy kis feltört faház van bekút előtt. Mert Bekútnál van egy esőbáró, hogy úgy terveztem, hogy majd ott fogok aludni, de előtte megláttam, és eszembe jutott, hogy régen volt ott egy ilyen kis faház, megnézem, hát, ha nyitva van, és fel volt törve. Oda bementem, az ablakok még megvoltak, tehát húzat nem volt, és még óriási szerencsémre volt ilyen sarokülőnek a, a szivacsbetét ott volt hagyva, az mintha egy ágyba feküdtem volna, az nagyon jó volt. Tehát ott aludtam egy-két órát, utólag meg is bántam, hogy az volt a leghosszabb alvásom, hogy nem aludtam többet, mert, mert olyan jó helyem azután se volt. Hát azután pont azért, mert már rájöttem, hogy nagyon hideg le, van éjszakánként, és hogy nem vittem hálózsákot, tudatosan kerestem ilyen kisebb feltört faházakat, vagy, vagy valamilyen zárt helyet. Ilyen volt még dorog után egy kis ház, ott is aludtam egy körülbelül két órát. Idén először nem jellemző, de most voltak ellenőrző pontok. Azt hiszem volt négy vagy öt. Egyetlen egynél volt ott valaki, ha a többinél vagy túl hamar értem oda, tehát még nem volt ott senki, vagy éjszaka, amikor nem volt ott senki, de nekünk nyitva hagytak egy kis vendégházat, ez vinyén volt, úgyhogy ott tudtam még ágyba aludni, ott rendesen melegbe, az jó esett. És hogy mennyit? Hát igen, <laughs> fél órás alvásokból volt egy pár, két óránál több, talán, hát, vagy hát két órás volt kettő, még ilyen a vinyén volt az, hogy, hogy félóránként óránként fölkeltem megnézni, hogy mikor jön a, srác utánam, de ott is aludtam egy két órát összesen szerintem, és az összes többi az, ami már előző években is előfordult, és nekem nagyon bevált, hogy addig menni, amikor már, már tényleg egy métert nem tudok tovább menni, már lebukik a fejem, és akkor azt csinálom, hogy egy öt percre lefekszem, mondjuk egy 6-7 percre beállítom a telefont, abból 5 percet tudok aludni, bárhol. Tehát, ha nem vizes a fű a fűbe, ha van pad, az a legjobb, de ha nincs akár az útra is, tehát egy ilyen erdészeti úton, ahol nem jár ugye senki éjszaka, tehát nem kell attól félni, hogy elütnek, akár a a földre is, ha nem kavicsos, és csak annyi, hogy hanyat fekszek, akkor semmit nem veszek le, a sisak is megtámasztja a fejemet, legalább a nyakam az, mindig elfárad, és akkor beállítom a telefont egy 6-7 percre, oda teszem a melkosomra, abból alszok egy 5 percet, fölkelk, és akkor egy 2-3 órát megint tudok menni. És ez így ismétlődik folyamatosan. Itt Salgó mellett is eltekertetek, ide hétfőn reggel értél körülbelül. Meg volt, hogy ismerős a hely? Hát nyilván tudtad, Persze. hogy hol jársz, de kicsit másként dobog a szíved? Nem. <laughs> Nagyon nagy, nagy változás nincs. Igazából ezen is csak át kell menni. Akkor ismerős, sokkal ismerősebb, mint a többi, de olyan nincs benne a legelejétől. Az első divágyban még nem volt benne, a második túl van benne, és talán ugye a másodiknál, amikor először jöttünk el, akkor volt furcsa, hogy 800 méterre megyek el otthontól, tehát ott a följárón, és tudom, hogy kettő perc alatt otthon lennék, de ugye nekünk tilos hazamenni ilyenkor. Az furcsa volt, hogy kicsit ott elmenni, de azon kívül, azon kívül nem. Mi ennek a versenynek az eredménye számodra? Mi az, amire azt mondtad a célban, hogy ezért kellett nekem eljönni? Hát, hogy be tudtam fejezni. Négyből négyszer például, az az nekem óriási eredmény, mert eleve szerintem a divide, az ugye a teljesítésről szól, hogy ne, nem az a lényeg, hogy hanyadik helyen fejezzük be, hanem én úgy gondolom, hogy két kategória van, aki elindul, és vagy befejezi, vagy nem. Tehát aki befejezi, az, az teljesítette, aki nem, nem. És hogy négyből négyszer sikerült, ez, ez, ez nekem óriási eredmény. Az, hogy azt érzem, hogy idén is sikerült, tehát teljesítettem egy feladatot. Azért azt jegyezzük meg, a négyből egyszer lettél harmadik, és kétszer első. Igen. Most már te vagy a kihívott minden versenyen? Hát, nem tudom. Nem tudom, ezt többieket kellene megkérdezni. Biztos megpróbál, igen, igen, úgy gondolják, hogy. Hogy, hogy téged kell legyőzni. Igen, 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 igen. Ha valaki rád néz, akkor nem gondolná, hogy te egy hétig folyamatosan kerekezel nem vagy különösebben izmos, szikár vagy, de inkább mondanának vékonynak. Ez a testalkat, ez tökéletes a kerékpározáshoz, az ilyen teljesítménykerékpározáshoz? kerékpározáshoz? Szerintem igen, mert itt, itt nem sprinter -alkat kell, nem az erőtől függ. Sőt, még talán a nagyon-nagyon ringázás is csak másodlagos, hanem a, a folyamatos. Tehát az, hogy minél kevesebbet megállni, itt azon dől el. Tehát a, a, minél kevesebb állás, minél kevesebb alvás, tehát annak, aki napi 8 órát kell aludni, bármilyen gyors, annak ez, ez itt nehéz jó eredményt elérni. Tehát egyrészt bírni kell kevés alvással, és, és, a minél kevesebb megállás. Azt kell megszokni, hogy nem állunk meg mindenért. Hogy összegyűlnek a dolgok, tehát például a vízért, amikor a kulacsot meg kell tölteni, az fix, hogy meg kell állni, de akkor megpróbálunk akkor elintézni minden mást, ami, ami menet közben mondjuk nem annyira sürgős kicsit hajaz ez nekem az eredeti szakmáddal, a sofőrködéssel is, hiszen ott sem állunk meg mindig, azért ott sem árt, hogyha az ember folyamatosan figyelni tud, folyamatosan haladni tud, lehet, hogy te így edzettél erre a versenyre? Ez nem tudatos, de erre én is gondoltam, ezen már a Five Peaks idején, amikor beérkeztem a célba, ott, ott beszélgettem egy, egy, fotós barátommal, és, és fölmerült, hogy valószínűleg az az előtti 21 néhány év, amikor nagyon sokat mentem éjszaka hajnalba, és annyira, főleg úgy, hogy ugye embereket viszek busszal, hogy nem szabad elaludni, hogy, hogy benne van az emberben, hogy feltétlenül ébren kell maradni, akármilyen fáradt, akármilyen álmos, valószínűleg segít, igen. A verseny után mennyit aludtál? Nem különösebben többet, mint, mint szoktam, sőt, ugye beérkeztem péntek kora délután, akkor megvártam a második helyzetet, ő kora este érkezett be, és még megvártuk a harmadik helyzetet, aki éjjel egy óra után érkezett. De még ő is evett, úgyhogy éjjel kettőkor feküdtem le, tehát nem is feküdtem le rögtön. És reggel keltem, másnap egész nap vonatoztam hazafelé, úgyhogy különösebben többet nem aludtam, mint, mint szoktam. Hazafelé már nem akartál tekerni? Nem, most nem, ezt sokan kérdezték, igen, mert, mert a többi eseményre ugye előfordul, hogy, hogy le is, haza is tekerek, de most ez fel sem merült, hogy haza tekerjek. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ennek a versenynek igazából nincs sem pénzdíja, sem különösebben nagy serleget nem osztanak a végén. Ha jól tudom, egy sisakot kaptál. Igen, de ez se jellemző, tehát előző években se talán még ennyit csak kapott senki, ez most a szponzor miatt volt, és is akkor például kapott az utolsó helyzet, és kapott az első hölgy is, aki a fél távot befejezte, kategória győztes is ugyanígy kaptak. Nincs. Tehát ez, ez, nem verseny. Megveregeted az saját válladat, és igen, ennyi. Igen, igen, igen. Tehát ebből mi csinálunk versenyt, tehát hivatalosan ez nem verseny. 2024-ben nyugatról indultok kelet felé. Mondom, hogy indultok. Te részt veszel ezen? Érdekes. Tavaly nagyon határozottan mondtam, hogy nekem három elégén már idén nem fogok elindulni. A főszervezővel, amikor először találkoztam Bodaiknál tavaly, az még a, nagyon a táveleje volt, én mondtam neki, hogy, hogy pedig, pedig, ott is elmentem akkor is, de, de hogy én nekem már elég volt a három, annyiszer csak kellett volna indulni, de nem. Aztán, ahogy telt az idő, Megértem neki, mert úgy volt, hogy ő is indulni fog idén, hogy akkor segítek a szervezésbe, hogyha ő elindul, én pedig nem. És januárban hívott, hogy akkor beszéljük meg, hogy hogy tudok majd segíteni. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, de, de én nem, nem tudom megállni, hogy ne induljak el, mert nem is maga a részvétel hiányzott annyira, mert azért mehet közben ezt annyira nem élvezzük, vagy legalábbis ott az elején én, meg szerintem a többiek se, azért ez fárasztó, és fáj mindenünk, meg meg azért kilódunk így úgy. Nem, nem, is ez hiányzott, hanem azt, azt elképzelni, hogy megy az az esemény. És főleg úgy, hogy én ott vagyok esetleg valami szervezőként, és nem vagyok részese. Kívülről nézni, azt, azt, nem, azt nem tudom elképzelni. Úgyhogy most nem, nem, mondom, hogy elindulok a -e jövőre. De az egyes rajtszám a tiéd lesz. <laughs> hát nem tudom. <laughs> nem, nem tudom. Ki, ki tudja, ha valami nagy világszár majd idejön, akkor majd lehet, hogy az ő lesz. Gondolkoztál te azon is, hogy külföldi versenyen, vagy külföldi helyszínen csinálod meg ugyanezt? Igen, ezt is sokan kérdezik. Nem, tehát ilyen nagyon nagy eseményen van, van ilyen itali diváltó kezdve, a világ minden táján, Amerikában nagyon nagy hagyománya van ennek, tehát ennél sokkal nevesebb versenyek vannak, de nekem az annyival nagyobb macera. Idén vittem például először repülőn ringát ki, az egy ilyen edzőtábor jellegű dolog volt, hogy nekem annyit nem ért. Tehát az annyival komplikáltabb maga a logisztika, akár a nevezési költség, minden költség nagy, egy nagyságrendel több, hogy nekem annyit nem ér. Nekem ez így pont jó, hogy így egy vonattal eljutok akár az ország akár akármelyik pontjára. Magyarországon vagyok, ez így nagyon kényelmes. És a másik pedig, hogy ugye hiába vagyok a külföldön a világ legszebb helyén, ebbe a stílusba, hogy én megyek sok mindent a tájból, úgyse fogok föl. Ez itthon nem zavar, mert már bejártam fényes nappal, tehát ismerem. Nem zavar, hogy éjszaka nem látok belőle semmit, vagy nappal se sok mindent figyelek, mert másra kell figyelnem. De ha eljutnék valami nagyon szép helyre, és ott is csak így versenyszerűen mennék végig, amiből nem látok semmit, vagy nem tudok fölfogni semmit, akkor, akkor annyira talán nem is lenne érdekes.